Kedves nézőink és hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket és Csoma Áron lelkészurat, református lelkészurat, a mai beszélgető partneremet. Mielőtt elkezdenék a beszélgetést, többen megkérdezték, hogy akik hallgatták ennek a műsornak az eddigi adásait, akár rádión, most ugyan a Pax TV is megkezdte ennek a sorozatnak a úgymond látványát is, és ennek az érdekességeit is, hogy milyen alapon válogattam ki a partnereimet. És mivel az a címe, hogy egyházak szerepe a mai társadalomban, ez természetesen a 26 év ezelőtt az egyházak úgynevezett rendszerváltása óta hogy alakult egy-egy egyház, társadalomból szerepvállalása, mely területeken tudja áldásos tevékenységét akár önállóan, akár közösen önkormányzatokkal, más szervezetekkel együtt valóban azt a tevékenységet, amire hivatott. Így Pacolai Péter alkotmánybíró vagy Erdő Péter bíboros, és természetesen polgármestertől kezdve különböző egyházak vezetői, mindegy, hogy milyen szinten, ki megélte mindezt, és tevékeny részese volt. Csoma Áron, aki a református egyháznak egy olyan hivatalába dolgozott, és a kommunikációs szóvivőséggel együtt rengeteg információval rendelkezett, rendelkezik a mai napig is, függetlenül attól, hogy ma nem ezt a feladatot látja el. Úgyhogy, de mielőtt megkezdenénk ezt a párbeszédet, azért azt kérem tőled, Áron, hogy mondjad már, hogy ez a Kőrösi Csoma Sándor és a Csoma Áron közt egy kapcsolat azért milyen szinten, és mikor kezdted el a pályádat, és hol? Köszönöm a meghívást. A Kőrösi Csoma név az, tehát valózunk hozzá közünk, a mi águnk az valóban rokon a Kőrösi Csomának. Az én családom az egyértelműen erdélyi. Nagyon sok csomát lehet találni Felvidéken is egyébként, meg Magyarországnak is vannak területei, az Alföldön például vannak. Hogy kivel, hogyan, milyen rokonságban vagyunk, azt nem tudom megmondani, de általában ha erdélyi csomával találkozunk, vagy találkozom, azért ott valószínűleg van valami közünk egymáshoz. Ami érdekes, hogy én beszélgettem hasonló vezetéknevű emberekkel, és nagyon kevés katolikus hátterű embert láttam, ami nem a felekezet miatt izgalmas, hanem hogy valószínűleg azonos irányból, vagy azonos helyről jöhetett a családja, vagy a családunk, de ezek csak természetesen feltételezések. És ugye 50 évvel ezelőtt láttad meg a napvilágot, és hogyan alakult a sorsod ahhoz, hogy most, majd a végén beszélünk arról, hogy most egy új tevékenység adott neked újabb lendületet? Tehát én újságíró is voltam, és a rendszerváltást én voltaképpen úgy éltem meg, mint újságíró. Én az Igazságnál kezdtem, az Igazságnál dolgoztam, az Óbersovszki Gyulának a lapjánál, abban a fél néhány hónapban, amíg az létezett. Ez nagyon érdekes tanulópénz volt, és sok másutt is dolgoztam, de mondjuk az volt egy olyan kihívás, az a heti lap, ahol sok embert megismertem, és ami rendesen egy olyan penzum volt az én életemben, amikor mindig le kellett valamit tenni újságíróként és az asztalra. De dolgoztam a Magyar Felsőoktatásnál, sokféle módon. Aztán én később jelentkeztem a teológiára, tehát nem 23, 18 évesen, hanem jóval később 27 évesen, és amikor vége volt a teológiának, akkor rögtön lelkészi szolgálatot is vállaltam, illetve meghívtak, azt hiszem rögtön akkor, vagy két évvel később hívtak talán meg a Zsinatra dolgozni. Akkor ez is egy nagyon izgalmas dolog volt, mert bölcsképüspök nagyon engedte az új dolgokat, és akkor a 2002-től épült fel az úgynevezett kommunikációs szolgálat. Tar Zoltán a tanácsos közreműködésével, vagy közös gondolkodásban, és közben meg én voltam az elnökségnek, az akkori elnökségnek a szóvivője. Azt hadd kérdezem meg, ugye 65-ös születésű ember természetesen,
akkor már azért, hát gondolom bölcsészkart végezted, és úgy lettél aztán később újságíró, tehát átmentél egy kicsit a... Nem, én mindig, érdekes mondom, mindig teológiába gondolkodtam, igen, csak arra nem gondoltam, hogy lelkész leszek, és aztán ezért, tehát ennek kellett összeérni, érdekes mondom. Jó, hát én gondolom, ennek azért talán a pártválasztásnál is azért volt valami... Ott a feleségemet ott ismerte meg a teológiát. Igen, hát ahol most Pilis Csaba és Tínje. És Tínje társ egyházközségnek a vezetője, és te is ott is ellátsz lelkipásztori feladatot. Én elsősorban Tínjén szolgálok, Pilis Csabán bibliaiskolám van, meg vannak szociális otthonban, katolikus otthonban vannak istentiszteletek, amiket én viszek. De hát annyi feladat van, hogy nem két emberes, de sokat. Igen, hát Pilis Csaba ugye a városi ranggal, most meg egy egyetemmel, úgyhogy végül is büszke a város vezetése arra, hogy azért itt... És hát egy új, ha jól emlékszem, maga a református templom is egy eléggé szép is, és azt mondom, hogy aránylag, én legalábbis arra jártam, azért vasárnaponként igencsak voltak azért. Hát igen, tehát vannak, ez így van, és nagyon fontos, hogy voltak éppen sokan vannak. A templomban nekem mindig kevesen, mindig azt szeretem, ha többen lennének. Igen, ez egy, tehát a Pilisebei gyülekezet egy fiatal gyülekezet, úgy képzeld el, hogy 23-ban alapult, ugye Klotil Liget és Pilis Csaba az két világ liget, az egy igen. Nyaraló övezet volt. És igazából ott egy ilyen tavasszal kijöttek a Pestről, a városból az emberek, és mondjuk késő őszig ott voltak, és ők szerettek volna valamiféle egyházi életet. Többek között Nagybaconi Nagy Vilmos volt az egyik gondnoka, az első gondnoka a gyülekezetnek. És akkor elhatározták, hogy építenek templomot is, addig családoknál jöttek össze, és megépült 39-re a templom, amit most újítottunk föl nemrégen. Nagyon szép a templom egyébként, Pilis Csabán, szép. Különlegesen az a színösszeállítás, a fehér falak és fekete tető, érdemes megnézni, nagyon-nagyon szép. És Tínyéről járt, tehát a lelkészet, a két gyülekezet közötti kapcsolat az régóta megvan, Tínyi az ősibb, Pilis Csaba a fiatalabb, Pilis Csabának ma könnyebb az életfeltétele, Tínyének pedig egy kicsit nehezebb. Hát igen, mert ugye egy kicsit azt mondom, hogy mellékút, mert azért Pilis Csaba mégiscsak a tízes út ment egy kicsit. Bár teszem hozzá, Pásztor János bácsi, aki nekem évfolyam felelős professzorom volt, mindig azt mondta, megyek a tízesen, mi volt kiírva, egyenesen Bécs, balra Tínje. Jó. De azért menjünk egy kicsit vissza. Mire emlékszel fiatal fejjel újságíróként, hogy akkor, amikor az egyházak úgymond megszűnt az állami egyházi hivatal, és újra indulhattak a társadalomba való kihívásoknak elegettéve, és hát természetesen az állammal közösen, vagy az önkormányzatokkal közösen, melyek voltak azok a számodra is jelentős események, ami beindult az egyháznak a, akár oktatás, kultúra, szociális és egyéb tevékenységének a úgymond felhőtlenebb kora? Hát ez egy nagyon lassú folyamat volt, és az egyházaknak, vagy igen, az egyházaknak a szerepvállalása is fokozatos volt. Hát most nem akarom olyan messze menni, de éppen Bölcs képispök mondta, hogy ő, amikor ő elkezdte a szolgálatot, akkor hány szociális intézménye volt az egyháznak, vagy a kerületnek, Tiszántúli egyházkerületnek, és ma mennyi van. Tehát ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat volt. Arról nem is beszélve, hogy a hittanúra, vagy a kötelező hittantanításig milyen út vezetett, és egy másik kérdés, hogy ez most hol tart, mert ez egy másik problémakör. Én azt gondolom, hogy egy fokozatos történet. Az én gondom kezdettől fogva az volt, hogy az egyház nagyon zárt világként volt jelen a társadalomban, és ez nem mindig hatott, illetve nagyon olyan közegként, ami nem volt természetes valahogy a világgal való kapcsolattartása, vagy kommunikáció. Ez kicsit úgy élt, azt láttad, legyen az református, egy katolikus, én vagyok az egyház, gyertek. Tehát az, hogy menjetek el, hogy vegyétek fel a kapcsolatot, hogy beszélgessetek, legyetek kapcsolatban, ez nagyon hosszú ideig nem volt meg. És az, hogy itt történt változás a fejekben, meg a szívekben, értem ez alatt az egyházakat, nyilván az egyik oka ennek az, hogy megváltozott a világ az egyház körül, és sokkal lassabban reagáljuk le ezt a változást, mint kellene, de lereagáljuk. Az, hogy ez most szervezetileg diakóniai és egyéb, és tehát szeretetszolgálati, tehát szociális területen hogyan jelenik meg, vagy az oktatásban hogyan jelenik meg, hogy ennek intézményi rendszere milyen, ez szerintem egy másik kérdés.
nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy egészen másféleképpen vagyunk jelen a társadalomban. De én azt gondolom, hogy az első és alapvető pont, hogy az egyház, tehát a keresztény ember önmagában másképpen viszonyul ahhoz a világhoz, amiben él. És ez nem mindig a szervezeti struktúra fogja megmondani, hanem egyszerűen az, hogy én hogyan reagálom le azt a világot, ahol a szolgálatomat kell végeznem, és mi ott a feladatom. Igen. Nagyon jó, mert végül is ugye a kihívások akkor indultak be. Valamelyik egyházi vezető mondta akkor, amikor az úgynevezett négyes törvény, 1990-es négyes törvényt megalkották, hogy teljes szabadságot kaptunk, de nem biztos, hogy tudunk vele azonnal élni. Ugye az előbb által elmondott egy bezárt 40 év után, amikor csak a parókia körül lehetett valamennyire, utána hirtelen azt mondta, hogy és akkor a oktatásban van részvétel, különösen hagyományápolás, kultúra, és itt tovább pasztorációs tevékenységet, és hát a hitélet, hogy ez, és a családokkal való kapcsolat, a helyi önkormányzatokkal. Itt egy görcs oldó időszakban azért nehéz volt minden egyháznak megtalálni a helyét. Én ezt nem tagadom, de van egy nagyon komoly probléma szerintem. És az a probléma, hogy az egyház bármennyire bezárt volt, mégis a feladata, vagy a küldetése az lett volna, hogy irányt mutat. Tehát, hogy megmutatja a szűkebb vagy tágabb közösségnek, kisközösségnek, helyi társadalomnak, vagy a nagyobb társadalom, merre menjél. Na most ehelyett az én tapasztalatom az elmúlt 25 évről, hogy az egyház nem utat mutatott, hanem amikor történtek a változások, akkor nem tudta, hogy merre menjen. És elkezdett bizonytalankodni. Tehát nem irányt mutató közösségként állt helyt, nem olyan közösségként, aki azt mondta, hogy gyertek, erre kell menjünk, hanem próbált alkalmazkodni a helyzethez, és sokszor lemaradt ez a helyzet. Ez egy érdekes dolog, amit szerintem teszem hozzá. Igen, mert ugye amikor 89. augusztusában elindult, ugye megszűnt az állami egyházi hivatal, és akkor felkért a miniszter, hogy szervezzen meg az állam és az egyház kapcsolatát, jogutód nélkül szűnt meg, tehát nulláról, és az egyházak a közösen, akkor a református egyház is az akkori zsinati iroda vezetői delegálta, Aranyos Zoltán, aki egy összekötő volt. Független attól, hogy az akkori püspökökkel is megvolt a kapcsolat, de a mindennapi kihívásokra való, elsősorban való úgymond koordinatív személy azért mindig az a személy, aki valahol ezt a, mondjuk ebben az esetben a zsinat iroda, vagy a ott lévőknek a és felsőbb szintű vezetőkkel való kapcsolatot tartotta. És nagyon jó volt, mert mindent közösen tudtunk kialakítani. És ebbe az is jó volt, hogy mert ott ült a katolikus, a református, a akkor miok, tehát a zsidóság képviselő, és a kisegyházak képviselő. Tehát meg is ismerhették egymás gondolatait, és ebből tudtak egymástól is meríteni. És ez adta a megelőzés, a feszültségek megelőzését, illetve a hogyan továbbra is különböző válaszokat nekünk is, akik tudtuk ezt állami szempontból akár törvényes formában vagy módszertanban továbbvinni. Úgyhogy én nekem nagyon sok pozitív, hogy is mondjam, tapasztalatom van, mindjárt a legelején, tehát még nincs választás 90, de már van egy olyan, hogy mondjuk nagykörös tanácselnök azt mondja, hogy kérek, én szeretném ezt a református szellemiségű valamikor tanítóképzésbe jeles neveket, és bocsátott ki, itt nem csak aranyárosra gondolok, de elsősorban, hogy ez a tradíció itt újra élhessen, és kéri a párbizottság épületét, és az ma Károly Gáspár Egyetem tanítóképző kara. Tehát ugye van egy átmeneti időszak, egy történelmi pillanat, amit ki lehet használni, és várakozni is lehet. De itt a kihasználásban nagyon tevékeny volt a református egyház. Bármadast abban a pillanatban, akkor a Lónyain. Akkor a Lónyait, az kicsit később, de már a Lónyai. Rendszerben, igen. És hát természetesen Sárospatak, az is egy külön döntés volt. És ez azért jó volt, mert rögtön tudta az ember, hogy az állam részéről, hogy mely területeken kell neki koordinálni, segíteni, mert nem felügyeleti szervként, hanem mellérendelt szervként kellett gondolni mindig az ember és a különböző akkor igényeknek a kielégítésében. Te erről írogattál annak idején, vagy ez nem volt nem, annyira? Nem, nem írtam róla.
De hát gondolom ezeknek egy Bibó István azért mégiscsak azért persze. név volt, nem csak az apja, hanem a fia, aki elkezdte a bármadast is, és hát végül is ez azt hiszem, hogy a magyarországi reformátusságnak adott egy lendületet is, hogy azért igenis az egyház beindult Abszolút. Több helyen, és aztán később ez... Én abban is biztos vagyok egyébként, hogy hát mindaz, amit a oktatásban oda tudott tenni, a szemléletében, vagy akár a szociális munkában, csak egy dolog jutott az eszembe, a Betesda gyermekkórháznak a szobra. Ugye, amit azóta elloptak, de most újra megalkották a szobrot. Oda, az volt fölírva a diakoniszának a talapzatára, hogy jutalmam, hogy tehetem. Tehát, hogy volt egy olyan szemlélet, meg van egy olyan szemlélet, amit be tud vinni akár az oktatásba, akár a szociális munkába a kereszténység és ezen belül reformátusság. És hát amikor ez elindulhatott 90-ben, ezzel csak gazdagodni tudott az akkori meg a mai. Máskülönben ezt te nem tudod, de akkor most, hogy szóba hoztad a Betesda kórházat, Dizseri Tamást, én Pécsről ismertem, hiszen a nővérem neki asszisztense volt a gyermekklinikán, aztán később Érdre került, és aztán a Pest megyei tanácsán, stb. Tehát, és amikor ő lett annak az igazgatója, akkor mondta, hogy hát egy eléggé lerobbant épületet kaptunk vissza, és hát Budapest egyik nevezetes gyermekkórháza volt, és ez nem református, hanem gyermek. Gyermekkórház. ez a... Csak amit hozzátett szellemiséget, lelket, az fontos volt. És azt mondja, hogy tudunk-e segíteni, mondom, akkor, ha jól emlékszem, Kupa Mihály volt talán a miniszter, és mondom, hogy kellene az egyházaknak is úgynevezett címzet és céltámogatás rendszert kidolgozni, nem csak az önkormányzatoknak, mert ott megvolt. Vagy oda beintegrálódni, és erre a Kupa azt mondja, nem, önállóan, nekik is legyen. Jó, és akkor így terjesztettük azt, hogy 120 milliót a Betesda kórház a kormány elé, majd, tehát a költségvetés nevesítette is azokat a kiemelten támogatandó, valamint mondjuk volt oktatás a kulturális, szociális tevékenységre, céltámogatás, amit nem pályázni lehetett, hanem feladatarányosan kapott belőle, vagy pályázhatott egy-egy egyház. Ez sajnos később megszűnt, ebből ilyen osztogatások lettek, ami persze nagyon rossz, mert végül is itt gyerekekről van szó. Így van. És azért ezek nem csak református gyerekek. Nem. Hát tehát én a reformátusság nem arról szól, hogy kiknek szólok, hanem az, hogy hogyan szólok. Nem az, hogy kinek teszek, hanem hogy hogyan teszek. Erről szól csak. És hát nem mindegy, hogy a kisgyereknek a kezét fogom. Így van. Vagy csak azt mondom, hogy ez nekem egy kolonc. Úgyhogy itt jön ez a keresztény szellemiség, ami a betegápolásban, különösen gyerek esetében pedig még nagyobb. Mi oda visszük a gyerekünket, Piris Csabár, oda vittük mindig, hál' az Istennek mostában nem kellett, és éppen ezért vittük, mert ezt éreztük, hogy ezt kapjuk. És tudod, még az is érdekes volt, de hát ezt te jobban tudod, hogy a hollandok akkor nagy segítsége voltak ebbe, tehát az állam sem maradhatott ki. Igen. Hogy egy ilyen értéket úgy mentsen meg, hogy annak javára elsősorban, és nem csak éppen állagmegóvásról van szó. Ezért van. Úgyhogy én azért örültem az, hogy végül is a reformátusság Magyarországon megtalálta a helyét, és hát olyan tevékenységekkel, amiben az ökumené, a másokkal való együtt gondolkodás is belejött, hiszen többször volt, hogy ha jól emlékszem, de te ezt jobban tudod, ez már mint fő kommunikációs osztályvezető. Régen volt az már. Aki azért ezt tudta, hogy mondjuk a három keresztény egyház vezetői milyen találkozásokat is, hogy egyeztették a különböző. Tehát rendszeresen találkoztak. Ezekről te mindig tudtál megfelelőképpen? Hát nagyon sokszor volt nálunk a többek között a zsinaton, és ezt, hogy mondjam, annyira benne volt a rendszerben, annyira benne volt a szemléletben, én ugye bölcsképispök alatt voltam a zsinaton. A világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy a történelmi egyházak rendszeresen találkoznak, és a vezetők beszélgetnek egymással. Ez talán szerintem máig megvan. Meggyőződésem, hogy megint csak a szemletváltás, hogy megváltozik a világ körülöttünk, ebben a helyzetben, ahol a kereszténység lélekszáma csökken, legyen az katolikus, evangélikus, vagy református. Nem is kérdés, hogy itt a egyházvezetőknek nem csak saját dolgaik tekintetében, feladatok, szolgálatok tekintetében, stratégia tekintetében találkozni kell, nem is kérdés. De ez ma már egy világ legtermészetesebb
dolga, nem nincs is rajta mit csodálkozni, meg kell valami. Mennyire éreztette az, hogy ebbe a közös gondolkodásba kialakított közös cselekvési szándék megvalósításában az állam partner volt, vagy mondhatnád úgy is, hogy nem biztos. Volt ilyen, és volt olyan. Mert végül is azt hiszem, hogy mindig ebbe kellett volt gondolkodni. Ilyen, volt ilyen, volt. Az egyik feladata, de erről Tarzoli sokkal többet tudom mondani neked, az egyik feladata ezeknek az találkozásoknak éppen az volt, hogy az állammal való kapcsolatban, az állammal való kommunikációban hogyan legyenek jelen. Tarzoli meg úgy tudom, hogy mostanáig csinálta, igen. Most utódja még nincsen. Nincs. Nem tudni, hogy ennek mi az oka. Nincs rá jelentkező, vagy ezt úgy választják? Fogalmam. A tévénézőknek mondom, hogy le kéne érni, mi az a zsinat, akkor a zsinatnak van egy, a zsinat egyfelől jelenti a zsinati atyáknak az összegyűlökezését. Ez olyan, mint egy parlament. Tehát delegált, megválasztott zsinati képviselők a legfelsőbb törvényhozó testületként jönnek össze a zsinaton. Tehát ez az egyikre történet. A másik a zsinati iroda, amelyik olyan, mint a parlamenti iroda. Tehát azt mondja, hogy a zsinat az egy parlament, a zsinati iroda pedig egy parlamenti iroda, aki a zsinati üléseknek és ennek a parlamenti munkának a hátterét csinálja. Ez volt a feladata. Hány fős most? 100, mindig 100 volt a zsinat. Mindig 100? Hát mindig most a 100 férője volt benne, csak ugye régen, amikor még nem volt Trianon, előtte ugye 5 egyház körülött volt a Magyar Református Egyház, Erdély is ide tartozott. Hát igen, most 4 van. Hát Magyarországon van 4, és aztán ezen kívül pedig ott vannak a határon túli kerületek. Ami szintén gondolom, hogy ez is az egyháznak a tevékenységét segítette, hogy azért Magyarországon a Magyar Református Világtalálkozó, aztán Nagyváradon is volt egy hasonló, ezekbe én magam is részt tudtam venni, amikor megjelentek azért a határon túlról, Ausztráliától kezdve mindenhonnan, azok a magyar közösségek, amelyik az anyaország hívására itt kifejtették, sőt, majdnem azt mondja, hogy kölcsönösen segítették. Ez a nagy találkozásoknak volt az időszaka valóban a 90-es években, és ennek volt egy nagyon komoly lépése 2009-ben a generális konventum, amikor ugye voltak éppen az határon túli egyháztestekkel létrejött egy szervezeti közösség is, mert ők rendszeresen találkoznak, és rendszeresen közös irányba igyekeznek vinni most már azt a hajót, és ennek következtében, amit egyháznak hívunk, és ennek következtében sokkal jobban tudunk egymásnak segíteni. Ez a generális konventről azért valamit mondjál, hogy azért a nézők, hallgatók tudják, hogy ez végül is a világ magyar reformátusságát összefogó. Elsősorban onnan indult, hogy a határon túli, tehát itt a környező egyházak, tehát jó volt Trianon, és a különböző egyház részek átkerültek egy másik országba, ahol nekik újra kellett kezdeni az életüket. Tehát így alakult ki kárpátaljai, vagy éppen a felvidéki, vagy éppen a romániai református egyház, egyszerűen azért, mert rá voltak kényszerítve, hogy ott kezdjenek magukkal valamit. Tehát gondolj abba, hogy a Nagyvárad, a Nagy püspöki székhely, tehát annak idején a Tőkés püspöknek a kerület az nem volt előtt, azt hiszen túlhoz tartozott. De Trianon után ez megváltozott. Na most eljött a pillanat 2009-ben, amikor lehetőség volt arra, hogy nem azt mondom, hogy kialakult egy új egyház, de mégis hivatalosan is, vagy formálisan is ezek az egyháztestek egyesülni tudtak, közel tudtak kerülni újra egymáshoz. Érzelmileg is nagyon komoly lépés volt, meg működésben is nagyon komoly lépés volt, hiszen a szimbiózis van most már az egyháztestek között. Ők rendszeresen? Igen, rendszeresen találkoznak a püspök és főgondnokok. Hát igen, mert... Régen én is jártam ezekre az alkalmakra. És a távol eső, tehát akár Amerikából... Tehát a generális konvent, az aztán ők is be tudtak csatlakozni. Ott is külön püspökség van, vagy csak esperenség? Hát éppen Amerikában van püspökség is. Hát van püspökség. Persze. Azt hiszem, az első magyarországira eljött onnan, most nem ugrik be a neved, de találkoztam én is vele, és amikor én Amerikában voltam, akkor meg is látogattam őt is többek közt, a kint lévő magyarságnak, a különböző egyházainak a ott lévő vezetőit is, és intézményeit is. Beszélgetésünk második részébe azt gondoltam, hogy talán arról egy pár gondolatot, hogy
A jelenlegi munkaköröd, ami nem régen változott, az milyen kihívást mond számodra? Az érdekessége az, hogy egy református lelkész, egy evangélikus új intézmény szervezet kialakítása kérnek föl. Ebből adódóan a két egyház közt nagyon jó kapcsolat is lehet, és természetesen gondolom, hogy számodra meg egy különleges, érdekes feladat. Természetesen. Az evangélikus információs szolgálatnak a kialakítása most az én feladatom, ami ugyanolyan jellegű szervezetként kíván működni, mint annak idején, amikor én a Zsinaton dolgoztam, az úgynevezett kommunikációs szolgálat. A kommunikációs szolgálat a református területen azzal a feladattal volt megbízva, hogy a református médiumokat fogja össze, és igyekezzen egy irányba vinni. Tehát a különböző kerületeknek a sajtómunkáját, a zsineti sajtómunkát, közös ötletekkel, tehát, de mindezt nem csak a szervezet kommunikációja miatt, tehát a Magyarországi Református Egyház szervezetének a kommunikációja miatt, hanem azért, mert minden kerületben, minden kolléga fejében, lelkében csomó jó ötlet volt, amit be lehetett ide tenni, egyfelől, másfelől pedig a munkát meg kellett osztani. Tehát igazából ez az összefogás volt. És akkor azt kérte tőlem Fabinyi püspök úr, hogy ugyanezt csináljuk meg az evangélikusoknál is. Tehát legyen egy olyan szolgálat, amelyik az evangélikus egyház média munkáját összefogja. A kapcsolat nagyon régi. Hát gondolj bele abban, hogy megcsináltuk a Protestáns Újságírók Szövetségét, együtt dolgoztunk, nem csak evangélikus. De annak te volt az elnöke. Nem, Novotny volt az elnöke, én csak alelnöke, titkára voltam, meg talán alelnöke, most az elnökségben vagyok benne. Ahol evidens volt, hogy evangélikusok meg reformán, meg mások együtt dolgoznak, vagy, és nekem nagyon sok barátom van evangélikus, meg egyébként katolikus is, papok és lelkipásztorok. Az, hogy átdolgozunk egymáshoz, ez pedig nem új, hát Hafenscher Károly, evangélikus lelkipásztor a Károly Egyetemen dolgozott megbízottként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek teljesen természetes dolgok, egymásnak segítünk, vagy hogy mondjam, ugyanazért dolgozunk. Tehát ma már megint, ahol bekezdtük, a világban való lét az egyházaknak szerintem nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amelyikben össze kell egyszer, amelyek nyilvánvaló, hogy egy irányba haladunk. Na. És azon amellette szerkesztetted, gondolom most is, a konfesszió. Ami most nincs, az a szünetel, az online van. Mert az egyháznál nem volt elég pénz, és akkor a 2015 elejétől a konfesszió, mint a mi egyházunknak a hivatalos folyóirata, ami 4-szer jelenik meg egy évben, az attól a print megjelenés most megvonatott. Viszont mi azt csináltuk azért, hogy ne szűnjön meg teljesen, hogy átvittük online-ra, most 2 számot megcsinálunk, egyet már elkészítettünk, egyet most készítünk. Hogy online azért megjelenik, hogy valamiféle folytonosság legyen. És hogyha az egyházunk úgy dönt, hogy tudja finanszírozni, és akarja finanszírozni a printet, akkor tudunk indulni újra. Ha már itt említett a finanszírozást, ez mindig is, az elmúlt 25 évben mindig is egy kiemelt és allergikus téma ez volt. Így van. Te hogy látod, hogy hogyan oldódhatna meg tulajdonképpen az egyházaknak egy ilyen automatizmusra épülő, és nem a mindenkori színekhez igazodó, úgymond hát az adófizető állampolgárok által, de ugyanakkor a református egyház feladatait is megfelelőképpen tudja ellátni. Egy szóval kérdezed, egy szóval válaszoljak, vagy kettővel? Lehet kettővel. Én abban látom megoldást, hogyha eljönne az a pillanat, amikor az egyházak le tudnak szakadni, ha fogalmazom így, a kormánynak, az államnak a csecséről. Ez pedig arról szól, hogy akarja az állam, hogy leszakadjon az egyház. Nekem eddig az volt a tapasztalatom, bármilyen színű kormányról beszélünk, hogy nem szívesen engedik el az egyházakat. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Nem véletlenül tőled kérdezem ezt, hiszen a mai kormánynak a tagjainak a nagy része református, vagy református lelkész is volt. És nem csak kormánytagok, hanem államtitkárok, helyettes államtitkárok között is tulajdonképpen sok református. Majdnem azt mondom, hogy
most volna az a történelmi pillanat, hogy ezeket a még rendezetlen jogsérelmek jogorvoslásával, többek közt a finanszírozásnak a biztonságát egy automatizmus kialakítására megtegyék az első lépést, amit megtett a környező ország mindegyike, csak Magyarország maradt még mindig abban, hogy nem. Jó, hát szóval, hogy nem rajtad múlni. Nem. Én elmondom neked, én Bölcskei Gusztávval is erről sokat beszélgettünk, 2 éve kidolgoztam egy javaslatot, sőt Huszár Pállal is, hogy elő kellene venni a 45-ben elkobzott vagyonnak a kérdését. Ezt most a földtörvény kapcsán, szintén egy református ember kezébe volt, ugye volt karcagi polgármester, Fazekas Sándorról beszélek, hogy én kiszámítottam, mert megvannak nekem ezek a számok, hogy körülbelül 1 millió hektár föld, erdő, stb. Volt valamikor az egyházak, úgymond közvetlen ellátását biztosító bérlemények, vagy földek, és így tovább. Ennek a jövedelméből tudta ellátni. Ezt elő kellene venni, és azt mondani, hogy üljünk le, és állapodjunk meg. Nem a visszaadás, hanem a jogsérelem jogorvoslásából adódóan, elismerve, hogy ez az érték, ez egy tőke, és ezt a tőke, ez a te örökséged. Ezt az örökségből mennyi az, amivel ma el tudod látni a feladatod, milyen százaléka is az, hogy kezelve. Tehát nem kegyet gyakorolok, hanem egy automatizmust kezelek a közös megállapodás szerint. Hát gondolj bele abba, hogy nem csak erdő volt, meg nem csak földek voltak, de voltak épületek, lakóházak. Igen. Nagyon sok, tehát volt egy olyan tőke fedezet, a tőke háttere az egyházi működésnek, amivel a országos működésben lévő feladatok ellátását tudta végezni. Mert azért azt ne felejtsük el, hogy én a református egyházról tudok beszélni, nyilván lehet, hogy a többi egyháznál is hasonló a helyzet, hogy nálunk az anyaegyházközségi státusz az azt jelenti, hogy a gyülekezet önmagát el tudja tartani magyarul, és az emberek nem tudják magyarul az államtól, de még az országos egyháztól sem kap pénzt. Sőt, neki kell adnia, mert vannak olyan feladatok, amit neki kell befizetni, most mondjam, vannak olyan adók, hogy nevezzem így, mert ez talán egy közérthető, amit a gyülekezetnek kell az egyház fele befizetnie. Tehát itt egyáltalán nem arról szól a történet, hogy a országos egyház adna pénzt, hanem a gyülekezetek önfenntartók. Tehát ketté kell választani a dolgot, a tőkefedezet, amiről te beszélsz, az országos egyház működésének a egyik alapja. Igen, hát én érdekelte ez a rész, hiszen ez már annak idején Kulcsár Kálmán kapott Németh Miklóstól egy ilyen feladatot 89. október 20-án az Országos Vallásügyi Tanács ülésen, hogy az egyházakat ért jogsérelmek orvoslására készüljön egy törvény. Mi pedig akkor, mint a minisztérium egyházi főosztály, kaptuk a feladatot, gyűjtsük be egyházaktól az elkobzott vagyonnal kapcsolatos címlistákat és egyebeket. Meg is indult ez a folyamat. Aztán jött az úgynevezett rendszerváltás, és utána már az Antal kormány ezt a kérdést nem vette napirendre. Illetve ennek egy részét az úgynevezett volt egyház ingatlanok tulajdonrendezése, tehát a funkcionalitás elvére épülő olyan épületek, amiben oktatás, kultúra, szociális, meg egyéb tevékenység, de annak a működését jelentő háttér, amiről beszélsz, az a mai napig rendezetlen. Aminek az az oka, szerintem, és ezért vagyok én elég szkeptikus ebben a kérdésben, hogy nem szeretné az állam, hogyha az egyházak leszakadnának. Tehát ő szereti azt, hogyha ilyen vagy olyan formában irányt tud szabni az egyházak működésének. Ez az én véleményem. Igen, csak olyan... És ez nagy Konstantin óta így van. Én csak abban gondolkodom, hogy egy Csehország, amelyik nem lehet igazán azt mondani, hogy egy igazi, tiszta keresztény ország lenne, az mégis 2012-13-ban megcsinálta ezt, és megállapodott minden érintettel, hogy neked mennyi volt a vagyonod, és annak mennyi lenne most az értéke, és ha természetbe kérné valamit, mert te munkahelyet akarsz teremteni, mert a helyi parókus azért mégiscsak valaki egy településen, akkor természetesen a tőkéd egy részét lehet természetbe is, vagy pénzbe. Most majd azt mondja, hogy adja a lehetőséget a környező ország, de ugyanúgy van Szlovákiában vagy Romániában, az egyházközségek környékén van valamennyi föld, amit valamikor elvettek, visszakapta, és az bérbe tudja adni. Az egy más kérdés, hogy talál-e rá bérlőt. De nálunk is van, tehát elmész Szatmárba, ott is vannak gyülekezetek, ahol a gyülekezetnek van földje. Tehát ez nem... Igen, tehát valahol megmaradtak. Megmaradtak, tehát ilyen van, de azért ez hogy mondjam csak, ennek a
a globális megoldás az valóban egy olyan szerződéskötés, amiről mondjuk Csehország kapcsán te beszéltél. Igen, hát akkor, amikor a Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok felvétele után a 97-es Szentszékkel való megállapodás elsősorban anyagi jellegű, akkor itt is felvetődött ez a kérdés. Egy része választ adott, és a többi egyháza is érvényes törvényekkel lehetett élni vele, de ezzel még nem lett kész az egész ügy, hanem csak részben lett egy biztonság. Ugye a szektorsemleges finanszírozás, meg különböző közfeladatok ellátásához biztosítani akár külön pénzt is, de ezek mindig valóban az embernek az volt az érzése, hogy egy ilyen kegygyakorlás. Pedig ezek az emberek azért valamikor, sőt az őseik, azért adományozták azokat a földeket a közvetlen egyházközség ellátására. Abszolút. És ezek az adományok, ezek nem földbirtok volt, hanem a parókia működését segítő bevétel, jövedelemnek a forrásai. Sajnálom, hogy ez a kérdés most még mindig egy ilyen pedig most van ez a törvény, mármint az egyházi törvény módosítás, amiben ezt ugyan nem erről szól a módosítás. Hanem... Elég sok riasztó hírt hallottam, vagy nem sokat, de egy riasztó hírt hallottam, utána az is fölmerült, ezt te jobban tudod, mint én, nem tudom, hogy így van-e, hogy mint Németországban az adóval együtt akarják az egyház fenntartó jellegét beszedni, szóval azért vannak itt olyan mondatok, amiktől nekem egy kicsit a hátam a szőr feláll. Azért nem értem, mert mi 89-ben megnéztük azért a környező országban, így a német modellt is. És természetesen az volt, hogy ezt Magyarországon nem lehet. És most aztán meg deplán nem. Hát most el tudod képzelni, hogy most kivetni 8-9%-os egyházi adót, ilyen közel 50 adófajta mellé még. Meg egyáltalán, meg az üzenete. Hát olyan egyház ellenes hangulat lenne, hát hogy a pillanatban azt jelenti, hogy adót fizető polgár azt mondja, hogy na hát ezt nem adjuk. És ugye nálunk tényleg önkéntes az egyház fenntartó járulék, tehát ilyet, hogy adóba azt kitenni, az ötletnek is tragikus. Igen. Igen, és a megnyilatkozások úgy tűntek, hogy komoly. De remélem, hogy ne riassz engem, hogy ezt... Én megmondom őszintén, ha engem megkérdeznek, csak nem, akkor azt mondom, hogy Isten ments, volt már, hogy megkérdezett a sajtó természetesen, és elmondtam ezzel. Még ha jól emlékszem, lehet, hogy a Reformátusok lapja is, de a Evangélikus Élet igen, meg mások is. Ez a 25 év kapcsán különösen, hogy ugye a egyházak rendszerváltásának, meg egyáltalán 25 év kapcsán azért ilyenkor egy összegzésre szüksége van mindenkinek, még az egyházaknak is, hogy jó úton jártunk, vagy nem, és hogyan tovább, miről szóljon. Ez megint ugyanaz a kérdés, amiről az elején kezdtünk gondolgatni, hogy az egyháznak irányt mutató szerepe van. Ilyen egyébként, nekem mániám, hogy amikor kitört a gazdasági válság 2008-ban, nagyon sokan jöttek és néztek és keresték az egyháznál a kérdésekre a válaszokat. Tehát, hogy ez a 25 évre való visszatekintés, meg az összegzés tekintetében nagyon fontos elem az, hogy tudunk-e nem az események mögött ballagni, hanem az események elé állni, és nem esemény követők lenni, hanem valahogy beleszólni, vagy befolyásolni azokat az eseményeket, amelyek ebben a társadalomban vannak. Hát most gondolj csak a bedülésére ennek a két pénzügyi szervezetnek. Most már négy, bocsánat. Igen. Nagyon komoly kérdéseket vetesz fel. Hogyan lehet visszafordítani szerinted, most mint lelkipásztor, a csak pénzbe gondolkodást az emberbe való szolgálatra, a mondjuk mindkét szerv részéről, mondjuk az egyházak nem a pénzbe, de ők már rá vannak kényszerülve, hogy tudjanak feladat. De hogy az állami oldalon csak pénzbe gondolkodni, és nem az emberbe, pedig mind a kettő az emberek bizalmából létezik, és az emberek szolgálatára hivatott, majdnem azt mondom, hogy megvan az, hogy mibe kell gondolkodni, de helyette mindig csak a pénz. Hogy lehet ezt a szemléletet megváltoztatni? Nagyon régen azt olvastam, hogy a magyar társadalom az ilyen materiális beállítottságú. Csináltak egy fölmérést, egy szociológiai fölmérést, szerintem a 90-es években, nem tudom, régen olvastam. És nem tudom, a válaszokból nagyon komos, ne kérdezz tőlem arányokat, nagyon rég volt, de a eredménye a kutatásnak, hogy a magyar társadalom nagyon materiális beállítottságú, tehát nagyon anyagi
nagyon kézzelfogható módon akarja megteremteni maga körül a boldogságot. Nagyon odaméri a maga életét, hogy min van, vagy min nincs. Tehát magával a pénzzel való bánás, a pénzhez való viszony, az anyagiakhoz való viszony az egészen sajátos, és szerintem, hát ha szabad ezt mondanom, boldogtalanító módon van jelen az emberek gondolkodásában és fejében. Pedig az a drámai ez a dologban, hogy hiába kötöm magam oda ezekhez a dolgokhoz, hogy én bennem, önmagamon belül nincs meg a rend, akkor boldog ember úgyse leszek. Tehát dolgozhatok én rengetegféle pénzért, rengeteg életemnek a fő céljaként azt mondhatom, hogy önmagamhoz képes legyek gazdag, de a dolgot nem fogja megoldani. Az, hogy hogyan lehetne változtatni, szerintem az egész lelkészi munka az arról szól, hogy megmutatni az embereknek, hogy több az élet. Megmutatni az embereknek, hogy a túlnani, tehát az úgynevezett transzcendens, az Istennek a jelenléte az életedben és ebben a világban, az meg tudja ezt változtatni, és egy sokkal harmonikusabb, szabadabb életet tud, szabadabb lelkivilágú életet tud kialakítani benned, veled, vagy tudsz kialakítani az Istennel, egyszerűen mert megszabadulsz ezektől a hihetetlenül megkötöző, lekötöző, szabadságot elvevő dolgoktól, ami csak azt látja, hogy az anyagi világ oldja meg a dolgaidat, és az anyagi kérdések megválaszolása hozza el a Kánaánt. Hogyha ezen tudsz, ha ebben megtörténik a változás, akkor egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb ember, illetve közösség, illetve társadalom lesz erre a válasz. Erről szól a gyülekezeti élet. Én ezért vagyok elsősorban lelkész. Azt kérdezted, hogy mit csinálok az evangélikusoknál, azt én nagyon időszakosan vállaltam el. A fő munka, a fő irány az életemnek, az abszolút mértékben a gyülekezet. És abszolút mértékben pontosan egy olyan közösségnek a közösség formálásában való részvétel, mert én hiszem és vallom, hogy az Úristennek, Úristen teszi ezt elsősorban, amelyikben kiegyensúlyozott, mosolygós, szabad, segítőkész, az emberi ember arcát tudja megmutatni a közösség, és akkor tud hatni. Tehát ez egy hosszú munka, szerintem az egyházaknak elsősorban, vagy az első elsősorban ez a feladata, vagy legalábbis az elsők között lévő feladata az ez. Az is egy érdekes dolog, hogy a helyi önkormányzati közösségekben elég sok presbitériumból választott ember is van. Tehát mindkét funkciót ellátja. Ezeken keresztül lehet-e eljutni odáig, hogy nem csak szemléletváltás, hanem helyi hagyományok újraélésében is közösen tudjanak cselekedni? Biztos, hogy lehet. Én azt gondolom azonban, hogy ez nem csak ezen az úton és nem csak ezen az irányban működik, hanem egyszerűen a gyülekezet tagjai jelen vannak a világban, jelen vannak abban a szűkebb környezetben, ahol élik az életüket, és engedd meg, hogy így fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy lelkipásztorként mondom, hogy én fontosnak tartok egyfajta pozitív provincialitást, tehát hogy rám egy kisebb közösség van bízva, egy kisebb falu van bízva, egy kisebb város van bízva, vagy városnak egy kicsi része van bízva, tehát annak a közösségnek, aki ott él, azt a pici területet kell áthatnia. Tehát nem csak a presbitereknek kell, mint hivatalos gyülekezet képviselő embereknek ezt tenni, hanem a gyülekezet minden tagjának ez a feladata. Máskülönben az is egy érdekes dolog, hogy ugye az iskolák államosításával a kis településeken az iskolák kvázi megszűnnek fokozatosan. Hát elsősorban különböző normatívák miatt is. De ott marad a parókus. A parókus át tudja venni annak a település szellemiségének az újraélését vagy továbbélését, mert ugye a pedagógus, az iskola az elmegy. Hogy ebbe ez a fajta misszió, mert ő ott van, és a közösségnek igaz, hogy nem azt a közösséget, az, amelyik mondjuk a körzetközpontba megy el, az a gyerek, az lehet, hogy délután talán van annyi ideje, de csak 4 óra után meg mik hazaér, hogy egyáltalán lehet-e a parókia át tudja venni esetleg ezt a fajta helyi hagyomány újraélesztését, vagy megmaradását? Hát attól függ, hogy ennek a helyi hagyománynak mi volt a célja, és mi volt a tartalma. Van-e még értelme? Ha igen, akkor igen, még egyszer alá kell húznom, hogy a parókiának, vagy a gyülekezetnek ez a dolga. Hatnia kell, mégpedig pozitívan kell hatnia arra a világra, ahol él.
Igen, most ugye gyakorlatilag arról beszélsz, hogy folyamatos párbeszéd az emberért. Ez így van, hát jelen kell legyél abban a világban, nem zárhatod magadra a templomajtót. Na most ugye, ha a helyi társadalom nem azt látja, hogy minden szinten ez a párbeszéd van, akkor ő is megcsinálja, hanem pont a legmagasabb szinten nincs párbeszéd, vagy csak adhok párbeszéd van, akkor ő se akar igazán tisztességes párbeszédet, persze, mert nem kap példát. Ez így van. Mi lehet az akadálya, hogy ez a párbeszéd ez egyszerűen nem akar kialakulni, függetlenül attól, hogy azt mondod, hogy a politika nem akarja elengedni ezt a tömegbázist, az egyházi tömegbázist, ebbe akar kapaszkodni. Vagy akár a hatalmának a megmaradását is erre be akarja elsősorban. Tehát a párbeszédnek volna azért tisztességes formája is, mint ahogy valamikor mi közel 10 évig csináltuk, ez megszűnt. Mi lehet ennek az oka? Miért nem érdeke a politikának, hogy párbeszédet folytasson? Az emberért. Világos. Én nyilván csak a saját benyomásaimat, meg a saját gondolataimat és véleményemet tudom mondani. Nekem az a véleményem, hogy ennek több oka van. Az egyik ok maga az, hogy megváltozott a világ, tehát borzalmasan fölgyorsult, nagyon gyorsan változik, nagyon dinamikus a társadalomnak a mozgása, a mindennapi élet. Most ez megjelenik a hétköznapi ember életében, de megjelenik szerintem egy államtitkárnak vagy miniszternek az életében is. Van egy olyan helyzet, hogy igazából nem jut idő fontos dolgokra. Tehát rengeteg apró ügyet el kell intézni, van mobiltelefon, van internet, van, lehet SMS-ezni, de egyszerűen nagyon felgyorsult a világ, nagyon mobilis lett. A másik a szándék. Nem tudom, hogy van-e szándék. Tehát van-e szándék arra, hogy emberi kapcsolatokon keresztül formáljam azt a közösséget, ahol a dolgomat végzem. Szerintem az alap az egy gyülekezet életében is, de a politikai életében is, hogy emberi kapcsolatokon keresztül formálódnak a dolgokat, hogyha kommunikációt mondod, ezt kis Urlich Jezsuit atya mondta, nekem nagyon tetszik a kifejezés, szoktam idézni, hogy a kommunikáció az közösítést jelent. Tehát egyszerűen nem megy emberi kapcsolatok nélkül. És van egy harmadik vagy negyedik része a szándékon túl, hogy miért nincs esetleg szándék. Hát nyilván van benne bizalmatlanság, és van benne egy olyan egyszerű emberi és egyes emberi, tehát a politikát az emberek csinálják, emberi félelem. Emberi félelem attól, hogy veled szóba álljak, emberi félelem, hogy a másikkal szóba álljak, hogy kommunikáljak. Egyszerűen a politikus nem tud, nem akar, fél attól, hogy kapcsolatokat hozzon létre. És enélkül pedig sajnos nem lehet sem politikát csinálni, tehát a polisz ügyeit gondozni, nem lehet az egyházakkal fölvenni a kapcsolatot, nem lehet igazából társadalmi dialógust tenni, mert van még egy fontos feladata egyéb, vagy fontos feltétel a történetnek, legyek kíváncsi, érdekeljen a te véleményed. Ha nem érdekel, akkor nem fog leülni veled beszélgetni. Hát igen, márpedig a mindenkori legkisebb közösség, amikor vezetőt választott, akkor a legerősebbet választotta, hogy a biztonsága meglegyen. De az öregek tanácsa az mindig ott volt körülötte. Aki a tapasztalataival segítette, hogy azért, ha döntést kell hozni, azért ránk hallgassá. Na ez hiányzik az érzés. Ez, és ma van ebben aztán sok emberi gyarlóság. Most mondsd le, tehát én azt gondolom, hogy ezek akkor azért nem működnek, mert ott vannak az egyes emberek. Az egyes emberek, és azt se felejtsük el, hogy a legnagyobb akadály ezekben a kérdésekben az ember mindig saját maga, mert a saját árnyékát nem tudja átlépni. Megsértődöm. Nem állok veled szóba többet. Megsértődöm, csak nagyon-nagyon ritka találkozási felületeket biztosítok. Teljes emberi történet. De hát ott vagy, éppen politikai feladatod van, akkor ott fogod ezt megélni. Ha egyházi, akkor ott fogod megélni. Viszed magaddal a magad emberi kicsinyességeit, sebeit, félelmeit, bizalmatlanságét, abban a hatalomban, amit kapsz. És akkor azzal a hatalommal ennek az emberi minőségnek a megjelenésével fogsz bánni. Erről szól. Hát nagyon szépen köszönöm. Te, mint a média egy igazi ismerője, sőt, ugye azon kívül még, mint teológus egy kicsit mélyebben is minden, ezt a nagy hatalmat, a médiát fontosnak találnád, gondolom a jövőben is arra, hogy ez segítse valóban azt a gondolatot, amit te elmondtál. Hát amennyiben a média eszköz, amiben. És eszközként kezelem, és nem célként. És jó, már pedig a média eszköz. Így van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kedves nézőnk és hallgatóinktól is elköszönök azzal, hogy 2 hét múlva újra találkozunk egy újabb vendéggel, érdekes lesz az is. Gondolom, hogy Csoma Áront megismerhették rajta keresztül egy olyan embert, aki valóban az emberért vállalta azt, amit annak idején akár a médián keresztül is, meg lelkipásztorként is feladatának tűzte ki. Köszönöm szépen a figyelmüket. Én köszönöm.